Elnézést, hogy meglátok önöket. Csókolom rá, nézzem, hogy újra itt van. Nem kell nagyon tapsolni, tulajdonképpen nagyon egyszerű leszek. Van egy személyes találkozom most mindjárt. Nagyjából annyit mondanék, hogy mint tudják, nyilván egy dologért jöttek ide, ezért a wellness szolgáltatásért. Hát itt nem tudunk egyet mondani, tehát itt nem egy dolog van, amit én most el akarok önöknek nagyon adni. Tulajdonképpen van egy fontos dolog, hogy mi, és ez most azt gondolhatják, hogy ez nem igaz, mi nem akarunk semmit eladni. Igazából a legfontosabb dolog, hogy önök fogják megvenni, mert észre fogják venni, hogy ez mennyire jó, de komolyan mondom, tényleg. Én az egészben úgy kezdtem egyébként bele, ugyanígy ültem, mint önök, és jött ki egy ember, ugyanígy beszélt, és mondtam, hogy na én semmit nem fogok venni, de biztos, és amit elhatározok, általában úgy is szokott lenni. És egyszer csak utána volt egy ilyen személyes konzultáció, amire mindjárt nekem is szaladnom kell, és igen, őt is már hívják, igen, nekem is. Nekem is volt egy nem fogadott hívásom, mert itt késésben vagyok, hogy a lényeg annyi, hogy itt árulunk külföldi és belföldi tulajdonképpen wellness ülést. A külföldi azt én annak szoktam ajánlani, nyilván akinek egy picivel több pénze van, de azoknak is, aki például allergiás, azoknak nagyon jó a tengeri levegő. Itt van tengeri is, van hegyi is, Magyarországon is van tenger, vagy Balaton, Alföld. Hát a tenger, ugye a magyar tenger a Balaton. Azért adok csak, mert tényleg van egy meetingem, hogyha bármit szeretnének tőlem kérdezni, a kollégám egyébként ki fogja osztani a névjegykártyákat, és akkor lehet engem hívni. Csinos vagyok előnyben, de mindenkivel fog beszélgetni. Köszönöm szépen! Üdvözlöm! Átcsókolom! Fenyő Iván! Hova? Bárhova, ami itt az enyém, az az öné? Jó, az így, jó? Nos, láttam, hogy ott voltam a nézők között. Őre néztem ott hátul, igen, akkor mondtam, hogy de hát, amikor mondtam, hogy csinos hölgyek elég, mert akkor igazából oda üzenetem, persze. Nem, van feleségem, tehát nem kell félni, és nincs most rajtam a gyűrű, ezért nagyon kikapjuk az asszonytól, de térjünk a tárgyra. Miben segíthetek nyilván ebben a wellness dologban, de hogy melyik az, ami érdekli? Na hát a következőről van szó. Itt kikészítettem ugye a papírokat, itt van egy térképen mutatjuk, hogy igen, hát ez Magyarország. Igen. Tehát, hogy engem magyarországi utak érdekel. Nagyon jó Magyarország érdekel. Én pedagógus vagyok, tehát az én fizetésem az nem engednek külföldi utakat. Anyám nyugdíjas, és ő is már szemtalaszról volt, és nem az én anyám, tehát itt a pénz az tulajdonképpen nem volt. Hál' Istennek, de hál' Istennek. Magyarországra utazott, gondolom. De ő még kevesebb pénzből, mint egy pedagógus utazott tengerre. Ja, de hát már tud félretenni. Semmiből nem tud félretenni, tehát nagyon jó. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy engem Magyarország utak érdekelnek. És egy szülői értekezleten hallottam erről a lehetőségről. Bravo! És hát így. Magyarországon, Alföld, Balaton, Észak-Középhegység, Mátra, Bükk. Beszéltem a férjemmel, és abban maradtunk, hogy hát akkor így elég gyűjtögetnénk egy kis pénzt. Melyik régiót választanád? És hát igazából a Balatonnak azok, északi part, Balatonfüred, Györök, igen, mert hogy mi nem annyira ezek a standolósok vagyunk, hanem inkább így a kultúrális hegymagas, hegymagason van egy gyönyörű ház. És a magas hegyek is. Igen. Nagyon olcsó. És hogy, igen. Hegymagas hegy, tulajdonképpen ez igen. És hogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hosszú hétvégére. Hosszú hétvégére a legalkalmasabb hegymagas. Hosszú hét, mi úgy szoktuk, ugye van, akik egy hétre is eladnak, meg két hétre, mi csak ezt hosszú hétvégére. Pont, ami érdekli. Tehát, hogy most úgy értem, van egy két hétre szeretnék utazni. Akkor más talán, kitalálnék azért máshoz a konstellációt, de itt most ez a jó szinten hegymagas, három nap, az teljesen illene. Nem tudom, itt ilyen kis vezetőket, pedagógusokat, ilyeneket szoktunk látni. Ja, van pedagógus, ezt mondta. Igen. Jó, igen. Tehát akkor ezt pont tudom ajánlani. És ez már mennyibe kerül? Mennyibe kerül? Hát ilyen típusú szálláshelyek vannak, mert nekünk ez a... Na milyen kéne? Most gondolok valamire, most ezt nem mondom el. Nem mondom el. Mondja meg, hogy milyen kéne. Hát én egy ilyen...
Tehát maximum három csillag. Maximum három csillagos kis hely. Nem? Igen. Ez pont igen. Olyan. Ez pont olyan. De van benne szauna. Szaunázni szeret? Igen, de hogy infraszaunásban, mert ez még lehet. Infraszauna van benne. Azt szereti jobban, vagy a szaunát? Hát az infra. Hát az infra. Én is azért mondom, tehát amikor én ezt mondom, hogy szauna. Én azért is mondtam, hogy nem ez a hagyjon, strandos. Hagyjanak békén könyörgöm a szaunával és az igazi melegre, ne? Tehát infra szauna, imádom. Nagyon jó. Na, tehát hogy egy ilyen mondjuk három napra szeretnénk elmenni, három csillag maximum, és ez... Max 80 ezer. Max, nem? És max 80 ezer ez így. Max. Minimum kb. Ez mennyi? Tudom, hogy ezt kérdezem. Én azért kérdezem, hogy ez minimum kb. Mennyi lehet? Mit mondok? 50 és semmiképp se több. Ez megoldható, mert nem akkor... Meg, végül is. 50 plusz... Bocsánat, érzettelek közben jó. Már szaladnom kell az a baj, mert van egy másik. Meg azért 50 plusz még egy barátnőjét, hogy valaki elhoz egy következő ilyen személyes meetingre, ami már hogy nem férjétse, nem férfinői dologra, vagy egy ismerősét elhozza, hogy esetleg ő nekik is elmondja, hogy milyen jó ez a hely. Nagyon jó az ágyak. És akkor mennyiből jövünk ki? 50 ezer. Hány ágy kell azért? Kettő ágy, nagyon jó puha ágyak. De nagy az ilyen ágyak, tehát nem két külön ágy, mert attól megülünk, hogy összehetően egy kettőt. Dehogyis, nem alázzunk meg, bocsánat, nem francia ágy, keményet szereti, vagy a puhát? Keményet. Ez pont kemény. Ez pont kemény. Tehát ez olyan, mint hogy amikor nincsenek ugye véletlenek, pont azért találkozik most itt, hogy ezt most megvegyek. Ide ki is készítettem, ezért én pont a hegymagasi háromnapos voucher. Uh-huh. És akkor voucher, ezt ilyen idegen, én sem tudom, csak ezt mondani. Nem tudom, hát ezt így hozza, én akkor... Én nem jártam el velük, úgyhogy nem tudom. Ha ezt tulajdonképpen odaadja nekünk, akkor nyilván ezt le kell tépni ezt a részét, és akkor mutatja, hogy föladta az 50 ezer forintot átutaltalmi KNH-s bankszámlának számla, akkor természetesen már ott is van. És ez most, ha ezt most befizeti, ez pont 2011 júniusában már ott lehet a nyaraláson. Jó. Hát akkor tulajdonképpen már csak időpontot kell elnézni. Hát 2011 június az első időpont, de hát hova kapkodjunk, nem tulajdonképpen. Jó, hogy jövő nyár. Hát nem is most, hát most mondjál már június, itt a június, hát menjünk ki, haladjálok, a bőn is. Csokkolom, minden jó. Gratulálok. Csinál, ez egy kaméleon szakma. Például megbeszéltük, hogy az ő anyukája ápolónő, de amikor meghallotta, hogy az ügyfél pedagógus, akkor azt mondta, hogy az ő anyukája is pedagógus. Ilyeneket csináltál. Nem mondtam. De én anyukám is pedagógus. Nyugdíjas. Mert egyszerűen a szorongástól... Nyugdíjas, azt mondtam. Nem? Nyugdíjas pedagógus? Nem. Még azt is megjegyhetik magukra. Hála Istennek, felveszik ide volna. Anyukám, nem. Nehogy azt higgyétek, hogy az anyukája pedagógus, akkor én mondom. Szóval, ő most mondott itt valamit, amit elő kell adni, szinte őszinten volt ez a jelenet. A mai napon ez lesz a témán, különböző kapcsolatokat fogunk látni, különböző élethelyzeteket, és minden jelenetet kétszer fogtok látni. Egyszer, ahogy volt, egyszer, hogy mi lett volna akkor, hogyha esetleg azt mondanánk, amit gondolunk. Vagy legalábbis az emberek, ha máshogy nem, akkor a pszichológusuknak el szokták mesélni, hogy valójában mi játszódik le bennük, belül. A pszichológus az én leszek, mert az amúgy is valahogy én szoktam lenni. Szeretném elmondani, hogy 10. éves idén a pszichoszínház, most is látok új arcokat, úgyhogy nekik mindig előről el kell mesélni. Ki az, aki már volt pszichoszínházban? Az a többség. Igen. A többieknek elmesélem, hogy
ez egy olyan színház, amiben mindig pszichológiai témákat dolgozunk fel. Én megírom a forgatókönyvet, hozom a kellékeket, elmesélem a karaktereket, a szituációkat. Hát a színészetnek semmi dolga, egyszerűen ide jön, eljátszi jelenetet, és jól érzi magát közben. Ehhez ti is hozzá tudtok segíteni, hogy jól érezzük magunkat együtt, illetve majd lesz olyan, amikor beszélgetni is lehet arról, amit itt láttunk. Ugye lehet látni azért, úgy hátul is. Jó? Hogy? Inkább álljunk? Jó, valaki nem jól lát, akkor az jöhet ide a szélére. Úgy döntöttünk, hogy nem kérünk ilyen dobogót, mert akkor tulajdonképpen csak azon a kétszer-két négyzetméteren vagy méteren lehet játszani. Hát akkor bemutatom a színészeket. Először játszik velünk Vakasi Dóra. Milyen jól kitalálom, hogy ki játszom kivel és milyen témában, de azon én is meglepődtem, hogy ők egy osztályba jártak a főiskolán. Úgyhogy ők azért már játszottak együtt. Mi is játszottunk már együtt, Bóna János sok helyet van. És akkor most nézzük meg ezt a találkozást. Jó. Visszatölt. Improvizálunk természetesen, tehát minden itt születik ebben a pillanatban, még azt sem tudja, milyen mondattak kezdni. Na, azt hiszem később, bocsánat. Később, fenyőjön. Később? Ne. Én ide leülök, jó? Jaj, Istenem. Később tényleg? Nem, viccetem, csak... Hosszú volt egy kicsit már ezen. Ön ült ott a hátul, önnek mondtam azt, hogy csinos vagy. Én ültem át, hogy nem tudtam, hogy nekem. Már bocsánat, tegeződhetünk? Most, hogy így ajánlottam, igen. Szóval, igen. Én arra gondoltam, hogy a férjemmel azt beszéltük, hogy... Ja, jön, de a wellness izére jött, aha. De ugye elkezdtünk imádni, hogy jó másról, hogy jó, tegeződés. Hát meg tegeződkeztünk valamit egy kicsit így. Igen. De beszél, igen, erről beszélünk, hogy is igaz. Tehát, hogy azt néztük ki a férjemmel, hogy ezek közül minket inkább a magyarországi rész érdekelne, mert hát olyanok az anyagi körülményeink, és hát nem, tehát inkább ezek a rövid. Jobb is, hogy nem mennek tengerre, mert az nem lehetne, hogy kijutni mindegy, tehát busz igazából nem intéz a... Se autót, se semmi, úgyhogy nem vicc. Az lenne vicc, hogyha most én azt mindegy. Igen, tehát Magyarország az jó. Ott még lehet jó találat. De Magyarországon belül úgy ez a balatoni régió az hát, ennyire. Tele van. Hát minden? Hát emberekkel is. De szóval minket nem ez a siófoki rész érdekel. Hát azt elhiszem, de a több is olyan. A részéről, ha már itt tegeződünk is vagyunk egy olyan viszonyos nem ilyen formás, akkor behányok az egésztől. Tehát, de lehet, hogy tudok ugyanaz az részéről. Na lehet, jó, akkor hova? Hát nem tudom, ez a kezdhelyes mondás között. Szép, jó. Lehet, ez szépen, hát a kezdhely maga szép, csak amit ami nekünk van ilyen, izé, hogy három csillagosnak van kiválva, de hát az anyám, mikor sátraztam, az jobb volt. Hát. De mehet meg. Köszönöm. Szóval, na, tehát, hogy kezdhely és környéke, egy olyan szállást szeretnék. Jó, most akkor te ezt nyomod, hogy kezdhely. Ja, jó, akkor lehet, jó. Lehúzás egyébként, csak mondom. És most úgy szépen, nem lehúzás, de nem is. Őszintén szóval, nagyon nem. Hát kicsit azt mondanám, hogy kicsit szerintem, ha már itt vagyok, akkor másról kéne beszéljünk, és nem erről, mert neki sok értelme szerintem.
Tehát, hogy tényleg nyaralni, én azt hittem, hogy azért mondtam, hogy a csinos hölgyek, és azért néztem rád, és azt tudtam, hogy ma találkozunk. Csak hogy azt hittem, hogy van, tehát hogy értjük, hogy érted, hogy miért találkozunk, de mindegy. Tehát most ne elérjük. Én elérjük. Jó, oké, akkor viszont tehát, hogy azért mondom, hogy ha nem úgy találkozunk, akkor szerintem... de fölösleg. Tehát, hogy tényleg nyaralni akarsz, akkor nem tudom. Tehát ők is azt gondolom, hogy látszunk szemben, tele van ilyen turisztika izével, nem? Szerintem érdemes. Ha valóban megyek, akkor a haverom akart hozzánk jönni, nyilván tudnék neki sokkal olcsóbban, még nem tudom, és mondtam, hogy te ezt hagyjad. Hát szerintem ezt eljtsük a témát. Köszönöm az őszintességedet, és akkor nem is utazással kapcsolatban, de... Na, az akkor... Jó. 20-as vagy? Jó, köszönöm. Milyen érzés volt azt mondani, hogy gondolsz? Jött le vagy álljunk? Álljunk. Hát jobb. Jó. Nagyon sokat kell itt hazudozni. Tudod? Tehát csak néha megengedhetnéd. Hát néha, de hogyha mondjuk, amit most így elmeséltem mondjuk így, hogy ezt mondanám valakinek, akkor kirúgnak lapát. Tehát most nem lenne az a munka, illetve nem lenne az a lakás, ahol lakunk a feleségemmel. Nyilván ez egy csaj volt, aki tetszett, tehát nyilván ezt nem lehet mondani, meg ki tudódik, szóval ez azért ez bonyolulta. Tehát csak mondom, hogy... Van neked az a főnök, aki ebben ugye tulajdonos is. Igen. Evelyn. Igen, van. Hát ő kemény. Hát ő nála nyomni kell rendesen. Aha. És már ott vagy mióta? A cégnél? Aha. 6 idén lesz 6 év. Komolyan? Uh-huh. De azért megyek fölfelé, tehát azért... De még mindig nem nevezett ki főosztályvezetőnek a végre? Hát a marketingesek meg szeretnénk az osztályvezetője lenni. Ott még nem tartunk, de úgy jól megyek. De múlt héten mondtad, hogy ott a marketingről valaki elveszül, és tényleg üres lesz. Igen, egy csaj, igen, aki tulajdonképpen tök jó, hogy eltűnik, de utána igen, van egy ilyen megüresedés, és akkor most ezt kell nyomni az erdel, hogy... Nézzünk bele az életébe, mi történik a munkahelyén. Iván most raportra megy Evelynhez, a főnökasszonyhoz. Nekem sincs annyira, mert tudom, most ezekkel dolgozunk, ezen a 10 perc, ez tök jó. Ez tök jó. Mert nagyon dolgozunk ezen a projekten. Tudod, amit mondtál? Aha. Igazából ezt nagyon szeretem ezt csinálni. Most nyilván tudod, hogy nem mondanám, illetve nem mondanám, érted? Ha nem szeretném. Nagyon szeretem, ez tök jó. A wellnessben csak azért akartam ide jönni, hogy elmondjam, a wellnessben nagyon jól állunk, nagyon sok mindent már eladtam, eladtunk a srácokkal, és csak azért, mert hogy az Ita elment a marketingről, nyilván ezt ugye hallom, meg tudom, egy csomó dolog eszembe jutott, hogy esetleg ki lehetne oda. Hát... Zsűr? Nem, a Zsűr nem. Nem rossz a Zsűr, nem rossz. Én, de azért nem rossz, mert tulajdonképpen hasonlóképpen gondolkozunk mi ketten, én azt tettem észre. Ő nem rossz. Hát, te megél vagy Zsűr meg te? Nem, hogy nem a Zsűrrel én nem. Vagy igen? Jó lenne, ha itt gondolkoznék vele? Ez egy nagy kérdés, igen. Nem a Zsűr, nem a George, aki ugye jött Londonból, tudom, hogy nagyon szeretett, csak ő nem tud magyarul, és azért hogy angolul kell tudni, de... Angolul, igen, én is tudom például, most nem azért.
De igen. Azon nyilván nem fog vitatkozni, hogy egy anyanyelvi szinten beszélő ember persze. angol tudásához képest. Ne, sokkal jobban tud. Ő sokkal jobban tud angolul, csak én magyarul egy picit jobban. És van ez az, az új projekt a Wolf, hogy a Buda Jósit csinálják ezt a... Nagyon jól beszélgettem magyarul, elfejlődik. Tényleg? Képzeld el, most volt egy havarommal beszélgettem pont ki, amikor kivoltam Londonban, és mondta, hogy úristen, Iván, ennyire jól tudsz angolul, ilyen nagyon fura volt, hogy ennyire. Hát nem megdicsért, de ez csak egy ilyen valamiről eszembe jutott. Vagyunk benne viszonyban, te mondtad az előtt. Köszönöm. Igen, én így gondolom. Nem. Én az őszinteség kívül. Én is. Hát, én úgy. Én abszolút. De most az nem megsértő, hogy ez. Én abszolút. Mondjál bármit, én átfolyik rajtam, de úgy, hogy közben leülem szép is át. Te az a típus, hogy aki tudsz tanulni. Én tanulok, igen. Biztos? Én biztos. Nem mondom. De, légy szíves, mondd el, hagyd ne könyörgök. Én szívesen könyörgök a főnöknek, aki most talán még szebb, mint általában. Nem, ez nem kísérlet, különben, ahogy előbb mondtam, nem mondanám, ha nem így lenne. Aha. Szóval. Igen. Nagyon cik. Nem. Hogy engem? Hát a George-on beszélgettünk róla. Tényleg? Igen. Én is úgy gondolom, igen. Hát én ezt nem maga nem mertem mondani. Hát amit gondolom, akarsz mondani, ezt nem mertem. Mert valóban a gyors nem annyira, és én meg... De pont ez az. Hogy a George, tehát hogy arra beszélgettünk, hogy az ő magyarságon milyen, és a te angolságon milyen. Igen. Mert ugye mondtam neki, hogy ő nagyon jól beszél, nagyon. Már magyarul. Nagyon. Tehát mi magyarul beszélgettünk végig. Igen. És... Én angolul beszélgettek, kire szedjük, szadjuk. Pont erre akarok valamit igen mondani, hogy így azt mondta, hogy nagyon helyes, hogy így próbálkozol, de szóval, hogy úgy nem. Tehát, hogy egy olyan embernek, akinek angol az anyanyelve, ahhoz képest nem, persze. Annak nem szánalmas, hogy te próbálkozol. Persze. Ez tipikusan az a példa, amikor egy magyar üzletember azt gondolja magát, hogy nagyon nagyon. De hogy ez most nem remélem. Egyáltalán nem bántott meg. Nem, most csak ezek arra jutott eszembe, hogy mondtad, hogy ő mennyire rosszul beszél magyarul. Mondhatok valamit, azt gondolom, hogy egy igazi jó marketing főosztályvezető az akkor jó, ha siet, ha nagyon pontos, nagyon gyors, hogyha mondjuk a főnöke siet, vagy valami, tehát így tudja mondani, amit gondol. Például azt gondolom, hogy nagyon jó, ha tanul. Ha például nem tud annyira angolul, de például tanulni tud, angolul is fejlődni képes. Másik pedig az, hogy van ez a Wolf projekt, amit most már tudom, hogy dolgozol, és nekem a feleségemnek volt egy osztálytársa és annak az apósa a polgármester pontot Budaörsnél, ahol akarjuk ezt a projektet, és ővel együtt szoktam én golfolni, tehát igazából értek is ehhez a golf dologhoz, tehát hogy ilyen értelemben lehet, hogy hasznos segítség lehetnék ebben a projektben, és ez hogy hirdessük, kéne egy nagyon jó marketing, és akkor nincsen, akkor ki lenne, aki ilyen jól beszél? Nem, hát az a baj, az igazság, hogy itt úgy hónapokkal ezelőtt nagyon rövid ideig játszottam a gondolattal, hogy te is lehetnél ez, de aztán meg győztem magam. Tehát, hogy fölsorakoztattam érveket és ellenérveket veled kapcsolatban, és még négy emberrel kapcsolatban, amik között nyilván sejtett, hogy George is ott szerepel, és valahogy most én bennem más fele adik a történet. De biztos megérted ezt, tehát, hogy ez egy közös projekt, nagyon számítok majd az ötleteidre, de ez most nem az a helyzet. Megyek. És egy dolog, ami még eszembe jutott csak a George-ról, és emberileg csak, hogy segítsek neki valami ügyet megoldani. Pont bementem hozzá, ő is segített ilyen wellness dolgokat ugye eladni a kuncsaftoknak, és pont egy őszinte pillanatában kaptam el, ahol elmondta, hogy egyáltalán nem ajánlotta a tengeri dolgokat, hogy oda menjen az ügyfél, és csak azt mondta, hogy Magyarországra, és ott is, hogy Balaton ez milyen rossz meg. Nem mertem szólni, ne haragudj! Én nem az, amikor azt mondtam, hogy bírom, ha valaki tanul. És bírom, hogyha valaki bátor és kezdeményező. Én ezt imádom. Igen? Én ezt imádom.
Ez tök jó. Igen. Próbáljuk. Jó, igen? Aha. Okay. Az emberek átlátnak a marketinges hülyeségeken. Ezt feltételezzük róluk, jó? Tehát én utálom azt, hogyha hülyének nézzük az embereket, akiknek kell a telekarunk adni valamit. Azt hittem, hogy számomra is ez már kiderült velem kapcsolatban. Úgyhogy én ezt nagyon bírom. Most tudom, hogy nem ez volt a szándékod, de nagyon jót tettél, hogy Zsolt. Hála Isten! Köszönöm! Amiről beszélni? Kemény volt. Hát igen, kemény. Nagyon. De azért nem tettél le még erről az állásról, hogy segítem. Melyikről? Erről nem, de nem ahhoz van kedvem, hogy ott ennek a nőnek a segít halljam. Hát nem ehhez van kedvem, hanem egy saját marketinges céget szeretnék összeállítani. És ez a George tudja és fúrja ezerrel. Érted? Engem, mert tudja, hogy én el akarok ebből valahogy szeparálni, el akarok válni ebből. Nem érted ez a nő? Ez lehetetlen. Érted, amit mondok? Hogy állandóan bemegyek raportra, hívok, mondtam kell minden hülyeséget. Tudod, kit érdekel a golf? Azt tudom, hogy tudsz játszani esküszönnek, őzünk sincsen. Tudom, hogy van valami ízé, aztán ennyi. És most ez az új projekt. Hány évek tudom wellness, hány évek tudom golf, ez hülye ez a nő. És tulajdonképpen akkor te ezt ugródeszkának tekinted, ezt az állást, vagy mi? Amúgy ez van, hát érted? Ha most megkaptam azt, hogy én legyek ott a marketinges, akkor... Akkor ugyanezt csinálnád? Na, akkor lenne pénz, egy valami tőke, alap, vagy nem tudom, egy másik dologra vannak ismerőseim, akik beszállnának, mit csinálnak valami, és az Evelyn csinál, szerintem nem jól. És együtt ötletsz már mostanában? Hát, vagy feléled azt, amit itt keresel? Nem olyan nagyon sok az, de feléled. De hát igyekszik, tehát itt a közben minden gyógyszer, orvosok, hát most nagyon magasabb a vérnyomásom. Hát menni kell, ezzelre nyomni kell, tehát most... Hát, mint a pszichológusod, lehet, hogy azt mondanám, hogy hagyd a fenébe ezt az egész. Multicégek. Na jó, csak hát pénz, a megélés, érted, feleségem, én... Tehát ez így könnyű, hát a hagyd a fenébe az, hogy beszélgetsz velem pénzért, és inkább hogy elkérdem a pénzt. Kell a pénz, nem? Meg kell, hogy valahol kiírd a lelkedet, és azt mondd, amit gondolsz. Én megmondanám neki. Megmondanám neki. Hát csak, jó, hát az. Skizoid állapot az egész, ha jól lehet. Játszani kell, figyelj, az életben nem úgy működik, hogy elmondom mindig, hogy mit gondolok. Hanem taktikázni kell, ha nem taktikázni, akkor ugyanúgy tartanak. Akkor érted, ott hol lennék most? Sehol. Na, és mi van a feleségem? A feleségemmel ott nincs nagy támogat, vagy inkább fékez, hát nézzük meg. Jó. Otthon vagyok. Dorinak Én lehetnék a
ez a marketinges főosztályvezető, hogyha ezt megkapnám, azt az állást. Igen, tiszta bőrcsika. Igen. Szóval melyik állást? Ja, igen. Igen, ez a marketinges, mert szinte nagyon illik hozzám, és nagyon való nekem, és nagyon el tudom képzelni magamat rá. Nagyon jó vagyok meg. Nagyon... Figyelj, szerintem is neked való, de... Nagyon jól megyek, tehát tulajdonképpen ez az életem, hogy... De nem gondoltam én az, hogy lehet, hogy egy olyasmi dolgot kéne csinálni, ami mellett több időd lenne. Ami mellett több időd lenne. Hát ő... Lenni. De ezért akkor... Ja, beszéltünk, hogy lehet, hogy nem tudom, ezt a baba projektet beindítanának. Hm? Igen. Ezért akarom azt, hogy legyen elegendő pénz ahhoz, hogy elindítsam ezt a vállalkozást. Nagyon hálajós szinten vagyunk, hogy úristen, valamiféle alapot kéne teremteni az életünkhöz, hanem vagyunk egy szinten, ami igen. Hogy most már nem tudom, hogy én azt gondolom, hogy amikor annak idején elkezdted ezt a munkát, akkor arról beszéltünk, hogy ezt nem a végtelenségig tervezett, hanem addig tervezed, amíg azt a bizonyos szintet megütjük, amit kitűztünk, és ezt már meg is haladtuk. Így van. És te, ugye azt mondod, hogy kéne egy baba. Ugye? Tulajdonképpen ez a lényeg. Egyéb szavú hangzik, nem igaz van, hogy kéne egy baba, hanem hogy így tervezett. Nem, de mondom, hogy nem, ne hajtogass már ezt. Igen? Mondom, hogy nem. Tehát elszóltam, mondom, hogy baromságot, és nem. Mondom, hogy baromságot, én nálam jobban tudod, ki akarna a babát. Én nálam jobban senki nem akar babát. Én akarom ezt a...